Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntök ismét mindenkit itt a Scrutonban. Ismét egy nagyon érdekes beszélgetésre van kilátás ma este. A magyar EP elnökségről fogunk beszélni, az uniós politikáról, Magyarország helyzetéről az unióban, az ezzel járó akár politikai, akár egyéb indítatású vitákról, az EP elnökségről. És beszélgető társaim, vendégeim pedig dr. Győri Enikő, európai parlamenti képviselő és Kovács Zoltán, kormánybiztos államtitkár. Jó estét kívánok nagyon! Sok szeretettel köszöntelek titeket! Igen, EU elnökség. Köszönöm a... Még. Ugye a legfontosabb kérdés az, hogy hogyan megy most az elnökség, hiszen nagyon sok támadás érte Magyarországot, még azelőtt, hogy átvette volna az EU elnökséget. Minek tulajdonítható ez? Mennyire politikai és mennyire ideológiai indítatású támadások voltak ezek? És egyébként döntéshozói vagy a legfelső politikai szinteken volt-e ennek jele, ami megmutatkozott ennek az ellenszervnek, ha lehet így fogalmazni? Magamra veszem a kérdést, mert vagy a politikáról, vagy a politikai részéről, szerintem az Enikővel közösen is, én szívesen beszélek erről a részéről is, beszélgetünk, de köszönöm jól, tehát azt tudom mondani, hogy júliusban ki is próbáltuk mindazt, amit kitaláltunk az EU elnökség lebonyolításával és menetével kapcsolatban, hiszen 5 tanácsi formáció, több mint 30 rendezvényt már júliusban lebonyolítottunk. Ugye az Európai Uniós elnökségnek most itt a technikai részleteiben nem teljesen elveszve, de annyit érdemes azzal kapcsolatban megemlíteni, hogy részét képezi az is, hogy az elnökség az valójában egy trióban zajlik. Tehát mind a témákat, a úgynevezett prioritásokat illetően, és részben a lebonyolítás rendjét illetően is a trió azért együttműködik. És mi ennek a trió programnak a szellemében készültünk elő. Egyébként is úgy van, meg ténylegesen is igaz, hogy a második féléves elnökségek bizonyos értelemben könnyebbek, tehát az időzítést, a lebonyolítás rendjét illetően az első fél év mindig sűrűbb, ez alapvetően az intézmények időbeosztásából fakad, meg abból, hogy a második fél évre esik a július-augusztusi nyári szabadságolás. De a rendhez, illetve a kialakult formátumokhoz igazodva, ahogy említettem, az egyébként a 11-es elnökségi ambíciószintet ismétlő, vagy arra hajazó elnökségi programok elindultak, és tulajdonképpen az egyharmadát le is bonyolítottuk. Mert összességében egy olyan 240-250 rendezvény, ebből 16 miniszteri szintű informális tanácsülés, és két ennél magasabb formáció, tehát a miniszterelnökök és elnökök, tehát államfők tanácsa, annak az informális tanácsülése is itt lesz Budapesten, illetve egy európai politikai közösség találkozót is rendezünk, ami ugye nem az elnökséghez kapcsolódó, de tulajdonképpen ezzel párhuzamosan fut. Úgyhogy 18 magas szintű találkozó, illetve csúcs találkozó, megszámolhatatlan mennyiségű szakértői tanácskozás, illetve sok-sok középszintű, és ezeket folyamatosan bonyolítjuk. Ugye itt számunkra szeptembertől október végéig, október 20-a környékéig egy igazán nagyon komoly menet, hiszen ha jól számolom, 7 tanácsülés, sőt 8 tanácsülést fogunk megcsinálni, lebonyolítani, és ezen a héten két komoly ment, illetve megy le, hiszen a hétfőn kedden agrif is volt, tehát az agrárminiszterek, illetve az agrár és halászati formációnak az ülése. Holnap, pontosabban rosszul mondom, mert már ma este, csütörtök este van ugye, ma este pedig már elkezdődik egy vacsorával, holnap és szombat délelőtt pedig az ECOFIN, tehát a gazdasági, illetve pénzügyminiszterek, az eurozóna miniszterek, pénzügyminiszterek, illetve jegybank elnökök csúcstalálkozója van Magyarországon. Ez a legnagyobb létszámú formáció egyébként az összes találkozó körül. Összességében több mint 600-an lesznek itt. És jön Christine Lagarde, jön az IMF elnök asszonya, a bolgár elnök asszony, itt lesz azt hiszem 10 vagy 11 miniszter,
az eurozónából, illetve úgy általában a tagállamokból, és hát itt lesznek a zömében, itt lesznek a jegybank elnökök is, több mint a fele a jegybank elnököknek egyébként eljön, ami egy informális tanácskozás esetében tulajdonképpen az átlagot jelenti. Szerintem egyébként ez egy jó példája annak, mert úgyis jönni fog a kérdés, hogy most akkor van-e blokád vagy tiltás Magyarországgal szemben. Hát van is, meg nincs is, van, aki politikát csinál belőle, és akkor át is vezethetjük a politikába, de tulajdonképpen nincs, hiszen azért szerintem az, hogy Christine Lagarde legalább arra néhány órára idejön Budapestre, az azt jelenti, hogy komolyan veszi azt, hogy itt az informális tanácskozó kereteiben komoly dolgokról van szó, már, mert a tartalom viszont komoly, hiszen itt az elmúlt napokban is sokat lehetett hallani versenyképességről, a pénzügyi tervezés, az integráció fontosságáról, az eurozóna jövőjéről, úgy általában az európai pénzügyi rendszer stabilitásáról és egyéb kihívásairól, ezekről mind-mind ezeken a tanácskozásokon érdemi párbeszéd van. Ugye az Agrif is pedig értelemszerűen az agráriumot, illetve úgy általában az élelmiszeripart érintő olyan kihívásokról beszélt, ami nem csak Európában, hanem a világ egészében ma meghatározó kérdésként jelenik meg. És a politika hogy lép be itt a képbe? Hogyha ennyi szakpolitikai kérdés van és gazdasági kérdés van, akkor azért a politika mennyire avatkozik bele a szakmai munkába? Mindjárt erre válaszolok, csak kicsit meséljük el a közönségnek, hogy melyikünk mérül itt. Talán azért azt nem árt tudni, hogy a Zoltán. Ő a jelenlegi elnökségért felelős, ő a tulajdonképpen annak a felelőse, hogy minden rendben legyen az itthoni rendezvényeken, tökéletes házigazdák legyünk. Én 2011-ben voltam uniós államtitkár, feleltem az akkori Magyar Uniós Elnökségnek elsősorban a tartalmi részért, akkor Robák Ferenc kormánybiztos úr volt az, amit most Kovács Zoltán lát el. De ebben a pillanatban ugye európai parlamenti képviselő vagyok, és a reptérről jövök, azért késtem el és elnézést kérek, mert próbáljon meg valaki ilyenkor bejönni a reptérről. Úgy, és ez nagyon szórakoztatónak találtam, hogy jövök egy elnökségről szóló rendezvényre, ha leszállok a repülőről, beszállok a buszba, mert olyan repülő volt, ami busszal konnektál, ugye úgy jöttünk be a terminálra, ahol 20 percet álltunk a buszban, mert a repülő fele az elnökségi rendezvényekre érkezett. Tehát a delegációkat hozzák, és ott katonás rendben sorakoztak az autók, táblával várták őket, és elsőbséget élveztek. Tehát mondhattam volna én is, hogy majdnem egy hasonló rendezvényre jövök, de hát szépen kivártuk a sorunkat, több képviselővel érkeztünk egyszerre. Úgyhogy jelentem, hogy az elnökségi rendezvények lebonyolítása megfelelően zajlik, és sokan jönnek. Egyébként ez a hét, ez különlegesen nehéz hét nektek, mert említetted ugye az agrártanácskozást, most ugye a pénzügyminiszteri tanácskozás kezdődik ma este, de ezzel párhuzamosan, mert oda nekem is holnap meg kell jelennem, a úgynevezett Eurofi, az a európai pénzügyi nagy szervezet, a európai nagy bankoknak egy ilyen, hát mondhatjuk, hogy lobby, vagy ernyő szervezete, szintén is itt tanácskozik, úgyhogy nagyon sokan a kormányzatból is néha ott is megjelennek, sok képviselőtársam van itt, én egyébként a Gazdasági Bizottságban vagyok a Patriotáknak a koordinátora, tehát én vagyok felelős a frakciónak a gazdaságpolitikájáért, és tehát mindenki itt van. És akkor ezzel rögtön válaszolok, hogy hogy néz ki ez most politikailag. Hát ez úgy néz ki, hogy miniszterelnök úrnak az, hogy hát belecsapott a lecsóba rendesen az elnökség elején. Egyébként nem elnökségi sapkával a fején járt ezekben az országokban, de olyan megrökönyödést váltott az ki, hogy úgy gondolja, hogy ha háború van, akkor mégis az lenne, ha vége lenne, ha a felek egymással beszélnek, legalább mi beszéljünk a felekkel, és elmegyek azokhoz a szereplőkhöz, akiknek ebben szerepe van, és el tudják azt érni, hogy megálljon ez a háború. Na, ez akkora híriget váltott ki, hogy utána a héja országok, azok hát úgymond bojkott-szerűségben vannak. Azért azt szeretném, ha elmondanánk, hogy mikor a Borrell úgy döntött, hogy a külügyminiszteri tanácsülést
Brüsszelben tartja meg. Ugye azt nem a magyar elnökség, azt a formációt, tehát a tanácsnak a külpolitikai formációját, a külügyminiszterek tanácsát, azt nem a magyar elnökség, de nem azért, mert most magyar elnökség, az mindig is az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője, aki egyben a bizottságnak is alelnöke, ő vezeti, tartott egy szavazást. A tagállamok fele azt mondta, hogy Magyarországon legyen az a rendezvény, öt azt mondta ezek a héja országok, hogy ne legyen Magyarországon, a többi az nem nagyon nyilvánult meg. Ebből Borrell konkludált, hogy akkor Brüsszelben lesz. De ezt lehet ellenőrizni. Ezeket a héja országokat meg tudjuk nevezni? Hát azok az országok, akik nagyon amellett vannak, hogy hát minél több fegyvert korlátozás nélkül, hatótávolság nélkül adjunk be. De hát ez ismert, tehát itt elsősorban a balti országokról, északi országokról, Lengyelországról van szó. És akkor így zajlott az a tanácsülés. Aztán utána jött a többi tanácsülés. És az a nagy helyzet, hogy azért bármennyire is meglepő, azért az uniós tagállamok többsége az józan ész mentén dolgozni szeretne. Mert úgy érzik, hogy baj van, és dolog van. És az agrárminiszterek, most kijött egy nagy agrárpolitikai reformról egy papír, hát mégis beszélni kéne róla, mert rövidesen elkezdjük a 2027 utáni költségvetésről a tárgyalásokat. Tehát mégis kellene tudni arról, hogy mondjuk a közös agrárpolitikában mi a bubánatot szeretnénk csinálni. Mert lehet, hogy ott azért bizonyos dolgok itt a zöldítéssel félrementek, és az agrárminiszterek már pedig olyanok, akik úgy szeretnék, ha lenne agrárium, ami nagy szerencsénkre, mert akkor például tudjuk, hogy lesz mit enni. Most persze sarkítok, de azért nem áll távol a valóságtól, amit mondok. És akkor ott vannak a pénzügyminiszterek, ahol most megjelent a Draghi jelentés, Európát hogy tehetjük versenyképesebbé, nem állunk jól, valaki elolvassa a Draghi jelentést, most nem fogjuk itt ezt megvitatni, 400 oldal, én se jutottam még a végére, na de hát a diagnózis az egyértelmű és ijesztő, tehát 0,8%-os idei növekedési kilátása, nagyon nem lehetünk büszkék, és nem tudok olyan dimenziót mondani, amelyben az unió versenyképessége az erősödött volna az elmúlt időszakban, inkább csak azt tudom elmondani, hogy jó, mi mindenben gyengült, én egyébként ezzel foglalkozom. Tehát akkor lehet, hogy mégsem a bojkott lenne a lényeg, hanem az, hogy dolgozzunk és beszéljük meg, hogy mégis mit lehetne csinálni. Ezért 15 kormánytag van itt most az ECOFIN-en, és utána mindenféle szinten képviseltetik magukat. Tehát arról van szó, hogy dolgozni kell. És az Eurócsoport elnöke is úgy döntött, hogy idehozza az Eurócsoport ülését. Kapott aztán persze mindent, hideget, meleget meg belülről, de dolgozni akar. És nekünk ez az egy hozzásunk van. Csöndben mondom, hogy Brüsszelben egyébként nagyon jó az elnökség szakmai híre, tehát kiváló a stáb, nagyon jól dolgoznak a kollégák, mindenkitől ezt hallom, még az ellenfelektől is, persze csak a folyosón mondják, de mondják. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy business as usual, mindent úgy kell csinálni, ahogy kell, és le kell, hogy peregjen rólunk a mazlag. Az, hogy például az Európai Parlament gazdasági bizottsági elnöke nem jött el most az ECOFIN-ra, én egyébként megtámadtam egy levélben, az az ő baja, de mondjuk nekem abból van, azzal tudom ezt sérelmezni, hogy nekem, mint európai parlamenti képviselőnek, kikarcolta ennek a bizottságnak az elődje, hogy az informális ECOFIN ülésre oda hívják az elnököt. Magyarul, hogy a parlamenti bizottság első kézből tudjon tájékozódni, és elmondhassa a parlamenti véleményt a pénzügyminiszteri tanácsnak. Erre nincs máskor lehetőség. Most ilyen politikai megfontolásból ez egy francia szocialista hölgy egyébként nem jön el. Úgy érzem, hogy az intézményi jogaim sérülnek, mert nincs meg az az intézményi csatorna, egy szerzett jogról a hölgy lemondott, kérdezem, hogy milyen felhatalmazással. Én ma tegnap levélben, ma pedig a úgynevezett koordinátor ülésen azért meg is tárgyaltam. Ma már annyit mondta, hogy személyes okokból nem jött el. Ezt megengedhetik, hogy ennyire személyessé tegyenek egy szakpolitikai kérdést? Tehát azért ez nagyon sokszor visszaköszön ez a fajta személyes vonal, aminek semmi köze nincsen szakpolitikai, vagy ad abszurdum versenyképességi kérdésekhez. Persze, hogy semmi köze nincsen, de hát ha Dobrev Klára meghirdette, hogy ők bojkottálják a magyar elnökséget, és erre felszólították szocialista képviselőtársaikat is, akkor mind csodálkozunk. Elvtársi szolidaritás van, nem? Most még csak az se, tehát azért az ő országa tölti be az elnöki pozíciót,
Egyébként csöndben mondom, hogy azért 2011-ben az akkori ellenzék az ilyeneket nem csinált. Szerintem eszükbe se jutott. Tehát most más idők fújnak. Most, hogy Orr Laluk emiatt nem jött el, mert Doblev Kár elfeszer, melyik már régebben kitalálta, hogy nem jön el, még mikor ott júliusban ment, kezdődött ez a hisztéria. Úgyhogy ezt nem tudom megmondani, de jelen pillanatban a politikai hacacáré az sokkal erősebbnek tűnik. Aztán majd jövő héten meglátjuk, hogy mekkora tűzijáték lesz. A miniszterelnök úr lesz az Európai Parlament vendége, rajta van a napi renden, ez most nyilvános, szerda délőtt, aki nem tudja, fogja közvetíteni a média, Európai Parlamenti csatornán lehet nézni, úgyhogy már feni mindenki a kését, azt azért mondhatom. És ez a késfenés mennyire befolyásolja a magyar elnökség prioritásait? Mennyire lehet tartani magunkat ahhoz a menetrendhez, amit az elnökség előtt kitűztünk magunk elé? De azon járottam a fejemet, hogy érdemes egy picit ilyen kicsit filozofikusabban távolra lépni, és onnan újra ráközelíteni mindarra, amit az Enikő mondott. Ugye az embernek többfajta sapkája van, nekem is ugye van ez a megbízatásom, hogy a lebonyolítás kereteit biztosítsam pénzügyi, logisztikai, szervezési, rendezvényszervezési szempontból, de mi csináljuk a kommunikációt is. Részben az elnökség kommunikációit, de ugye jó magam azért a nemzetközit csinálom most már idestova 14 éve, vagy 15 éve. És természetesen ez a politikai kommunikációt jelenti, és azért abban a perspektívában gyönyörűen látszik, hogy hogyan kuszálódnak össze egyébként azok a politikai szálak, amelyek mentén egyébként Európában eleve bonyolultan zajlanak a dolgok, és itt most megint csak nem keverném, vagy kuszálnám tovább a szálakat, de hogy az Európai Parlament részben önként vállal, de még inkább vindikált, vagy magára nézve, nem tudom, előírt feladata, ami főleg az elmúlt 5 évben, de inkább talán 10 évben erősödött föl. Most majdnem mondtam, hogy mi kavarás zajlik a háttérben. Az nem jó irány. Mert ezek a rendkívül időnként szélsőséges politikai szempontok valójában az Európai Unió működésének az alapjait kezdik ki, illetve kérdőjelezik meg. És itt most nem ilyen tankönyvízűen szeretném ezt megfogalmazni, de amikor azt mondják, hogy az honest brokernek kell lennie az elnökségnek, az valójában az arról szól, hogy mindent megteszünk azért, hogy minden tagállam, amikor akár a formális formációkban Brüsszelben, akár az informális formációkban itt Budapesten vagy a vidéki helyszíneken itt van, akkor érdemben tudjon haladni azokban a témákban, amelyet saját magának fontosnak tart, hogy ne mondjuk azokban a prioritásokban, amelyek, ugye prioritás zárójelbe teszem, az egész EU nyelvezetben ugye a prioritás az alapvetően egy. Mégis a prioritásoknak nevezzük ugye azokat a fontos témákat, amelyet egy-egy elnökség a programjába beleír, illetve visz. És szerintem a magyar elnökség esetében ez még inkább így van, mert azzal az ambícióval fogalmazta meg Bóka miniszter úr, illetve miniszterelnök úr ezeket a prioritásokat, hogy persze szép, hogy simuljunk bele ebbe a trió EU bürokrata vagy európai beszédébe, de hogyha lehet, beszéljünk már valós problémákról, és próbáljunk találni rájuk valós megoldásokat. Tehát én, hogyha politikailag kellene kihegyeznem a magyar elnökség programját, az valójában valós problémákra valós válaszokat keres. Majd mondok erre egy mai példát, mert itt volt a luxemburgi miniszterelnök egyébként, és kiváló tárgyalást tartott a miniszterelnök vele. Érdemes meghallgatni, vagy megnézni annak a tartalmát. Tehát ott Ott is versenyképességi problémákról beszéltek. És amikor beszélünk ezekről az úgynevezett prioritásokról, amelyek között mi első helyre tulajdonképpen mindent lefedve, hiszen ma az Európai Unió működésének szinte egészét érinti az a kérdés, hogy mennyire versenyképes Európa, zárójel sem mennyire. És csak egy ilyen személyes megjegyzés, mert én is sok olvasgatom, és ne vegyék még hivatalos kormányzatinak, de amikor maguk a németek, vagy a hollandok, vagy a franciák élcelődnek azon, hogy a Draghi jelentés talán eleje azzal kezdődik, hogy az alapvető versenyhátrány például jelenti azt, hogy az energiát másfélszeres vagy négyszeres áron szerzi be Európa azután, hogy előállította ő, meg tulajdonképpen ez a közeg azt a helyzetet, hogy elkezd leválni Oroszországról, arról a nyersanyag forrásról, amely a garanciája volt annak, hogy Európa versenyképes, akkor nem tudom, miről akarunk beszélni, hogy hogyan akarunk versenyképesség elvi szabályozási kereteiről beszélni, hogyha ha rögtön az alapok nincsenek rendben. És akkor egy sor más dolgot még nem kezdtem elmondani, zárójel bezárva. Tehát ezzel majd kell foglalkozni, arról nem is beszélve, hogy a megoldási javaslatok egy jelentős része az én olvasatomban, de szerintem erre fogunk kiukadni, az Európai Egyesült Államok irányába tett nagy push lenne. Tehát
attól várni a versenyképesség növekedését, hogy az egyhangúság helyett majd többségi döntéseket lehet hozni mondjuk védelmi meg külügyi kérdésekben. Nem gondolom, hogy ez meg fogja oldani az európai versenyképesség problémáját. De ez egy messzire vezető történelmi vita. Visszatérve a kérdésedre, a magyar prioritásokat ennek megfelelően hegyeztük ki. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök missziója, amit egyébként Enikő helyesen említett, ami a hangszerelését vagy a hangolását illetően megadta az alaphangját az elnökségnek, az erről szól. Nem az elnökség nevében beszélt, ezt ő maga elmondta azt megelőző napon egy interjúban, mi is kommunikáltunk róla. Az a hisztéria, amely azt mondta, hogy de ezt ő úgy teszi, hogy felhatalmazás nélkül ment, az csak egynek az elfedésére szolgál, az pedig az, hogy ma egy olyan monolitikus kommunikációs helyzetet próbáltak és próbálnak előállítani és fenntartani az Európai Unióban, ahol nem lehet beszélni békekezdeményezésekről. Csak arról lehet beszélni, hogy hogyan kell segíteni Ukrajnának, mint a kettő kizárná egymást egyébként, hogyan kell még több fegyvert küldeni, és hogyan kell legyőzni Oroszországot. Mi pedig az első perctől kezdve azt mondjuk, tehát nem most találtuk ki az elnökség kapcsán, a háború kirobbanásának pillanatától azt mondjuk, hogy az egésznek nem lett volna szabad kirobbannia, mindenki álljon le, kössenek tűzszünetet, és kezdjék el megbeszélni, hogy hogyan lehetne ebből az egészből kikeveredni, mert az, hogy naponta százak vagy ezrek halnak meg a fronton, és ezek a tények, az egészen biztosan nem vezet arra, hogy ebből hamarosan béke legyen. Zárójelben jegyzem meg, a háborúk sajátossága és az európai háborúk az különösen jellemző volt, hogy minél tovább tartottak, annál tovább tartottak. Tehát minél később kezdték el a békét az asztalra tenni, a békekérdését az asztalra tenni, annál elhúzódóbbá váltak, hiszen annál elkeseredettebbé, annál fájdalmasabbá váltak az elszenvedett sérelmek. És ez látható, hogy egyébként ez a belátás egyébként máshol is megvan. Tehát érdekes módon a két keleti tartomány borzalmas politikai kudarca után Scholz kancellár egészen más nyelven beszél az elmúlt néhány napban. Miért most? Miért nem lehet épésszel, ugye a németek külön történetet érdemelnek ebben az egész történetben, miért nem lehet erről kezdettől fogva Németország súlyával vagy Franciaország súlyával azért fellépni, hogy ennek az öldöklésnek legyen vége, és a politikai, geopolitikai, stratégiai és egyéb kérdéseket tárgyalóasztal mellett oldják meg. Igen, azért az is nagyon szembetűnő, hogy tegnap is volt egy olyan érdekes beszélgetés itt, és az északi áramlat felrobbantásáról sokat beszélgettünk, és ott is részben az Unió és az Európai Unió gazdasági politikai súlyát is megkérdőjelezték, hogy egy ilyen terrorcselekményt végrehajthattak, és ennek nem lett következménye, hiszen még mindig voltak éppen bottal üthetik az elkövetők nyomát, de itt az a fajta gazdasági visszaesés, ami most is egyre inkább jellemző, úgy tűnik, hogy erre nincsen semmi ellenszer, és a politikai kinyilatkoztatások, a szakpolitikai elfedések, ha lehet így fogalmazni, az alapvető problémát ugyan megvilágítják, de megoldási, vagy bármilyen előrelépési lehetőséget, vagy opciót, vagy tervet nem tartalmaznak. Miért? Ez csak politikai kérdés, vagy itt kellene valami olyan politikai konszenzus, akár az Európai Parlamentben, akár a bizottságokban, ami egy picit előrébb vinné mondjuk a versenyképesség kérdését. Mi kellene ehhez? Talán először józanság. Az ember médiafogyasztási szokásaival nem mutat másokat, de ma valahogy belefutottam abba, hogy ez a két orosz komikus valahogy telefonvégre kapta a lengyel külügyminisztert. Igen. Érdemes megnézni. Nagyon érdekes beszélgetés, ha már az északi áramlat felrobbantásáról beszélünk. Ne felejtsük el, hogy akkor még ellenzékben, hogy köszönte meg az Egyesült Államoknak egyébként a jelenleg regnáló lengyel külügyminiszter. De ez önmagában is inkább csak arra az extrém percepcióra utal, arra a felfogásra, amely például egyébként a lengyel-magyar viszonyban feszültségeket is okoz, hogy a lengyelek miért vannak én mértékben beleállva abba a helyzetbe, hogy ők mit gondolnak az orosz agresszióról, az egész háborúról, hogy mi a viszonyuk Oroszországhoz. És ebben a józanság, a kimértség, vagy általában, csak úgy általában a logikus gondolkodásnak időnként még az elemei vagy csírái sem tapasztalhatók, hanem egy ilyen teljesen elvakult, ideológikus, meg lehet, hogy történelmi és más szempontokból magyarázhatóan, de egy ilyen teljesen végletesen egyoldalú szempont látszik. Ugye kik állnak a bojkott élén, azok a balti, északi államok egyébként, akik vakon mennének bele egyébként a háború folytatásába és ebbe a geopolitikai feszültségnek a továbbkerjesztésébe.
miközben minimum van egy másik olvasata. És azt is tagadják, hogy arról az olvasatról egyáltalán lehet beszélni. Szóval van baj elég, ez biztosan nem fog segíteni a versenyképességi kérdések megoldásában, és ezeket tovább színezi, ha már prioritásokról beszéltünk, és hagyd dobjak egy labdát fel az Enikőnek, ugye ott van a migráció kérdése. Tehát nyakig állunk egy olyan politikai természetű vitában, aminek ugye most jogi kimenetei voltak is vannak, mert jogilag is kezelni kellene. De miután most már hanyadik éve, ugye 15 óta, tehát 9 éve volt a migrációs válság, ami tulajdonképpen csak a csúcsát jelentette annak, ami már azelőtt évtizede, több mint egy évtizede, másfél évtizede zajlott, és azóta is zajlik Európában. Illegálisan százezrek, milliók érkeznek évente egyébként. És mi történik? A németek bejelentették, hogy fél évre bevezetik a határellenőrzést, ma olvasom a jelentést, hogy a hollandoknál a parlament napirendjére vette, és nyilvánvalóan ez a kormányzat is be fogja jelenteni. Ez pedig egyet fog jelenteni egyébként, hogy a belső határellenőrzések azok megölik Schengent. Márpedig az európai versenyképesség egyik legfontosabb alapját az a schengeni övezet létrehozása jelentette, hiszen azon belül az összes többi mellett az áruk szabad áramlása, tehát hogy nem kell vámolni, nem kell mindenféle eljárásokat lefolytatni, az egyik, vagy például az autógyártók, vagy a nagy multinacionális cégek belső logisztikája zökkenőmentesen intézhető, ez haza fogja vágni. Nem a személyautókat kell ellenőrizni, amikor migránsokra, már bocsánat, vadásznak a határon, hanem a kamionokat. Meg fogják állítani azt a több tízezer kamiont, ami naponta átmegy ezeken az utakon. Hát Magyarországon több mint 2 millió, ha jól emlékszem fejből a számra, de lehet, hogy még ennél is nagyobb a szám, csak kamionból több mint 2 millió megy egy évben át az országon. De valami borzalmas terhelés, illetve forgalom van. Abban a pillanatban, hogy a belső határellenőrzésekkel elkezdjük ezt megzavarni, adott esetben megállítani, lassítani, az az európai gazdasági, belső, logisztikai, áruforgalmi és egyéb áramlásnak nyilvánvalóan gátat fog szabni. Ez megint egy versenyképességi kérdés. Tehát Schengen fenntartása nem egy presztízs szempont, nem arról szól, hogy szabadon utazhassunk, ez is egy fontos kényelmi szempont, de a legfontosabb elem az egy gazdasági elem. Igen, ebből is ideológiai elem lett. Miért? Jó, hadd menjek vissza az eredeti kérdésre, jó? Mert próbálnám tartani, hogy azért elsősorban tényleg az elnökség összefüggésében beszélgessünk, mert most már mindenről beszélünk, úgy érzem. Egyébként nem baj. Tehát maradva az eredeti sorrendnél, versenyképesség, ami ugye majd fő, tehát a sok prioritás közül, mert 7 prioritásunk van, tényleg a legfontosabb, mindent áthat, és nem csak azért, mert divat, mert mi tényleg komolyan is gondoljuk. Én egy kicsit megengedőbb vagyok, bár ma azt olvastam a Politikóban, hogy lassan ez a jelentés is olyan lesz, mint a többi, hogy kifutott olasz miniszterelnököknek adjunk valami feladatot, iratunk velük sok hónapon keresztül jelentéseket, megcsinálják, megköszönjük és berakjuk a fiókba. Körülbelül ez volt az értékelés. Én szerintem az európai gazdasági helyzet nem engedheti meg, hogy ez legyen. Tehát én azért szilárdan hiszek abba, hogy most már tényleg nem lehet tovább a tilitolit csinálni, tehát én kimondottan örültem, hogy a kormány úgy döntött, hogy egy versenyképességi csúcsot is tart, és lesz egy versenyképességi nyilatkozat reményeink szerint. Bízunk benne novemberben a budapesti informális csúcson, mert mi másról kellene beszélni ezen a szinten, ha nem ott. És akkor abban reménykedem, hogyha ezt állam és kormányfői szinten elfogadják, akkor az már egy olyan mandátum, amit utána alacsonyabb szinteken nem lehet elszabotálni. Tudok ellen példát mondani, például migráció kapcsán, hogy de el lehet, meg lehet fordítani az állam és kormányfői szándékokat is. Ugye az állam és kormányfői szint az nem alkot jogot, az politikai irányszab, és mostanában előfordul az, hogy az alacsonyabb szint, ami a tanácsi szint, amelyik jogot alkot, az nem pont követi a főnököknek az utasítását, de ez a most ilyen nagy intézményi vitákat nem akarok lefolytatni, de vannak ilyen érdekességek. Ennyi, ami mindig finoman fogalmaz, mert gyakorlatilag fölülírja. Tehát pont az ellentetjét csinálja. Tehát emlékezzünk vissza a kötelező betelepítési kvótára, amit ugyan ideiglenesen, de egyszer megcsináltak. És most megcsinálták jogszabályban egyébként, mert gyakorlatilag annak a mintájára ez a migrációs paktum, az gyakorlatilag a 15-ben ideiglenesen bevezetett kötelező letelepítésnek a, hát hogy is mondjam, egy verzióját jelenti. Ja. Na most, ami még a versenyképességhez és a tényleg a napi gyakorlathoz hozzátartozik,
a ciklus végére, amikor már lángokban állt Brüsszel, Párizs, Berlin, rengeteg utat blokkoltak a gazdák, akkor azért a néppárt is elkezdett fordulni, mert érezték, hogy valamit csinálni kell a választások előtt. Egyetlen egy problémám van, hogy ezt most már annyira nem látom, hogy akkor ők maradnak ezen a vonalon. Meglátjuk, mert a jogalkotás az majd csak most kezdődik. Ugye föl kell állni az új bizottságnak, el kell indulni az, hogy a jogszabályok egyáltalán az asztalunkra kerüljenek, és arról a tanácsban, a kormányzati szinten, meg az európai parlamenti szinten meghozzuk a szükséges döntéseket. Tehát nem akarok ezt megelőgezni. De azt látom, hogy kollégáim, akik megszavaztak jogszabályokat, most bírják azt mondani pár hónap eltéréssel, hogy hát ez szörnyű, és hogy ez akadályozza a versenyképességet. De mondom, ők megnyomták az igen gombot. Egy hónap, vagy nem, 6 hónappal ezelőtt, vagy 18 hónappal ezelőtt. Több ilyen jogszabályt tudok mondani. Tehát az uniós versenyképességnek van egy külső dimenziója, az, hogy vannak hatalmak. Az amerikaiak, a kínaiak, egyik se könnyű partner, egyik sem szűzlányok gyülekezete. Nagyjából azt tudom mondani, hogy mindegy, milyen adminisztráció van Amerikában, America first. Már bocsánat, miért le így járnának el a saját szempontjukból. Elfogadtak egy olyan zöldítési programot, annyi milliárddal, amennyit mi sose leszünk képesek összegerebjezni itt Európában. És nem a Trump csinálta, hanem a Európa által nagyon kedvelt demokrata kormányzat. Akkor ott vannak a kínaiak, akik azért, mi ugye nagyon jóban vagyunk velük, és mi azt gondoljuk, hogy a konnektivitás az nagyon fontos, és Európának szüksége van a kínai befektetésekre, meg arra, hogy kereskedjünk velük, ami ez így rendben is van, no, de azért tudjuk, hogy ők nem egyszerű partnerek, és azért a szabálykövetésük, meg hogy a WTO szabályokat mennyire tartják be, meg náluk hogy néz ki az állami támogatás, na hát arról azért sokat lehetne mesélni. Tehát azért mondom, hogy nem szűzlányok gyülekezete ez a kérdés, de van a belső dimenziója a versenyképességnek. Ha magunknak gyártunk olyan szabályokat, amelyek az európai cégeket sokkal nehezebb helyzetbe hozzák, és külföldieknek nincs ilyen lehetőségük, vagy nehézségük. Vagy harmadik országokat is már abba az irányba tolunk, hogyha velünk kereskedtek, akkor egy csak legalább annyira jónak kell lenni, mint amilyenek mi vagyunk, akkor azt fogják mondani, hogy igen, akkor majd én eladom másnak a kakaót, a gumit, meg mindazt, amiből egyébként termelni lehet. És most ott állunk, hogy most már eszméletlen jó szabályaink vannak, amit egyébként egyedül csak a nagy cégek tudjanak megoldani, mert nekik van annyi emberük, meg kapacitásuk, hogy ezeket az, mindenről kell jelenteni már a zöldít, hogy mennyire zöldítik, mennyire a szociális jogokat, emberi jogokat, a gendert, mi mindent hogyan vesznek figyelembe. Lassan már termelni vagy szolgáltatni nincs idő, mert jelentéseket gyártanak ezekről a kérdésekről, és ez nem csak a nagyváltókra, most már középszintre is levitték ezeket a kötelezettségeket. És akkor most azt látom, hogy néhány képviselő megvilágosodott, és azt mondja, hogy na hát, akkor ezeket vissza a babaruhát. És mondom, mit csináltatok az elmúlt hónapokban? Vagy elmúlt évek? Megengedhet, hogy csak, mert az Enikő most már így kinyitott ezt a dobozt, akkor én 3 példát hagyd mondjak arra egyébként, hogy hogyan fejlethet erre. Az egyiket félig elmondta az Enikő, hogy ez az agrárium jövője. És ott, amikor ezek a földműves lázadások vagy demonstrációk kirobbantak, ott ugye részben abból robbantak ki, hogy belengedték azt, hogy meg kéne szüntetni ezeket a támogatásokat. Részben abból, hogy van túl bürokratizálva, túl szabályozva egyébként az európai mezőgazdasági termelés, különös tekintettel egyébként a közép-európai, meg kelet-európai termelőkre. Önként vállaltam, mert sokkal többet vállaltunk egyébként, mint például a franciák, vagy a belgák, vagy a hollandok bármikor vállaltak. Még hogyha mindenkire ugyanazok a szabályok is vonatkoznak, ezen belül mindig van egy rugalmasság. De ott hagyd mondjak egy példát erre egyébként. Tehát hogyan lehet versenyképes európai mezőgazdaságot csinálni, amikor túl bürokratizálják, a támogatás politikában olyan feltételek, rendszerek vannak, meg olyan formátumok vannak, amelyeket rettenetesen nehéz betartani, mert hosszadalmas, bürokratikus az eljárás, miközben a piacokat kifelé meg úgy nyitják föl, hogy akik onnan be akarnak jönni az európai piacra, azokra ugyanezek a szabályok nem vonatkoznak. Hát ebből nem lesz versenyképes európai mezőgazdaság. Hogyan lehet versenyképesnek megtartani az európai autógyártást, amikor olyan intézkedéseket vezetnek be Kínában szemben, ami ellen leginkább egyébként a német hagyományos autógyártók tiltakoznak kézzel, lábbal. Hát ha valaki elmegy a Mercedeshez, az Audihoz, vagy a Volkswagenhez, azt fogják mondani, hogy eszement dolog, amit a bizottság bevezetett Kínával szemben, mert ez nekik nem jó. Akkor miért csináljuk? És a harmadik, az a kohéziós politika, hogyha kinyitunk még egy terepet egyébként. Ugye lesz egy Letta jelentés, amit várunk, hogy elkészüljön, vagy már van is, meg, de annak lesz egy vitája.
amiből a kohéziós politika jövőjéről kellene beszélni, amit most megölnek azzal, hogy olyan politikai szempontokat visznek be egyébként a kohéziós források szétosztásába, ami nyilvánvalóan nem lehet objektív feltételek mentén ellenőrizni. Most nem csak Magyarországról van szó. Hát, ugye van egy, a treatyben alapvetően van egy teljesen egyértelmű, ha úgy tetszik, gazdasági, illetve gazdasági fejlettségre vonatkozó algoritmus, ami megmondja a pénzek szétosztását. Ha ezt elkezdjük összekeverni politikai, ideológiai szempontokkal, attól hogyan lesz versenyképesek az európai gazdaság? Azt a leszakadást, amit a közép-európai és a, mondjuk a balti államok megpróbálnak behozni például a kohéziós politika által, ez biztosan hátráltatni fogja, magyarán az Európai Unió egészére is egyébként, de minden bizonnyal a közép- és kelet-európai tagállamokra ez hátrányosan fog hatni, hisz nem lesz hozzáférésük, vagy jó eséllyel nehezített hozzáférésük lesz azokhoz a forrásokhoz, amelyekből infrastruktúrát tudnának fejleszteni, olyan adottságokat, mondjuk a vállalkozások tőkeerejét, közép- és kisvállalkozások fejlesztését lehetne intézni, amire a nyugat-európai államok évtizedes előnnyel már egészen máshogy fordultak rá. Tehát ezer sebből vérzik egyébként, azok, véreznek azok az intézkedések, amelyek az elmúlt csak mondjuk parlamenti ciklusban, vagy Európai Uniós 5 éves ciklusban történtek. Most ne is nyissuk ki a 7 éves költségvetésnek a kérdését. Millió sebből vérzik az európai versenyképesség, és mi azt gondoljuk, hogy visszatérjek a saját mantránkra, hogy erről értelmes módon kellene beszélni. Tehát amikor van egy ilyen kérdés, akkor miért büntetjük az európai autógyártókat, amikor ők maguk sem akarják azt egyébként, amit rájuk erőltetünk, akkor ezeket a kérdéseket tegyük föl, és próbáljunk rá választ keresni. Ne adj Isten, győzzük meg egymást, vagy a főleg az Európai Parlamentet, hogy ne csinálják ezt. Azért, mert volt egy ilyen zöld túlsúly, az is nyilvánvaló, hogy hiába mondja a Draghi, hogy a megújuló energia meg fogja oldani Európa energiaügyét, nem fogja megújulni, ha csak az atomenergiát még hangsúlyosabban nem kezdjük annak a részének tekinteni, mert nem alkalmas és képtelenség olyan kapacitásokat kiépíteni, amelyek stabilan és megbízhatóan a szükséges bázis energiát rendelkezésre bocsájtanak. És az árról meg már korábban beszéltünk. Igen, és ami nagyon erősen látszik, ugye a versenyképesség, az orosz-ukrán háború problémája mellett, ez a migrációs probléma. És 15 óta Magyarország a szégyenpadon ül, nagyon sok ugye bírósági per van, büntetés van Magyarországgal szemben a migráció miatt. Most, hogy a német kancellár azt mondta, hogy lezárja a határokat, elege van az illegális migránsokból, ugye elhangzott egyfelől a miniszterelnök úrtól, hogy jó reggelt, mi tartott ennyi ideig, de itt mégiscsak fontosabb kérdés, hogy van-e bármilyen terv, ami kivitelezhető az unió részéről, hogy ezt a több százmillió embert, aki útnak indult és útnak akar indulni Európa felé, ezt hogy kezelje? Szóval a migrációs téren az a helyzet, hogy az unió próbálkozik újabb és újabb szabályok alkotásával, amelyeket eddig egyértelműen a baloldal diktált. Tehát ha megnézzük ezeket a szabályokat, ezek mind tartalmukban nekik felelnek meg. Aztán az élet szépen felülírja ezeket. És ez most olyan szintre jutott el, tehát ugye emlékeznek 2015, ugye Magyarország az egyetlen, amelyik úgymond azt mondja, hogy meg kell állítani, akkor akaratunk ellenére, illetve mi és a lengyelek szavaztunk ellene, ez a kötelező áttelepítés, hogy aki már benn van, azokat majd szétosztjuk. Emiatt ugye kötelezettségszegési eljárás is volt ellenünk, megtámadtuk, perletbe elvesztettük. Épp most beszélgettünk róla tegnap arról, hogy lehet, hogy memóriafrissítést kellene csinálni, és megnézni, hogy annak idején ezeket a kvótákat, amiket szétosztottak a tagállamok között, hogy ki mennyiben teljesítette. Semennyiben. Ugyanis, tehát aki azt kitalálta, hogy majd most, mit tudom én, Joe, aki elindult, ki tudja honnan, bejutott, és őt Észtországba küldik el, 3 nap múlva biztos nincs ott. Tehát ez mindenki tudta, hogy azért a Schengeni övezeten belül ez kivitelezhetetlen, nem is működött. Azért nem látjuk ezeket a számokat, mert ez jön neki belőle, amit most mondtam. Na most utána ugye sokáig semmi, és akkor most tavasszal pont került az egységes menekültügyi rendszer végére, ami valamit szigorít, de az alapvető problémákat nem oldja meg. Tehát azt, hogy külső határokon kell ellenőrizni, ott nem beengedni, akinek nincs jogosultsága, és ezt az egész elbírálást ezt kívül lefolytatni, mert ha már benn vannak, akkor erre semmi esély, hogy nem mennek tovább.
Én Spanyolországban dolgoztam nagykövetiként 5 évig, azóta is sokszor visszajárok, visszahívnak mindenféle rendezvényekre. Hát el tudom mondani, tehát nekem megmutatják. Jön a hajó, hogy szállnak ki, hogy viszik el őket arra az ellenőrző pontra, ott leveszik az új lenyomatukat, és nem tartóztatják őket, és már eltűnnek. És utána valahol bejelentkeznek máshol a társadalombiztosítási rendszerben, mindent megkapnak, és a spanyolok aznál azért óriási felháborodás van, hogy többet kapnak ellátmányban, mint egy spanyol munkanélküli például. Tehát ez a valóság. És akkor most mi van? Most az van, hogy elfogadtuk ezeket az új szabályokat, nem telt el, azt hiszem, hogy egy hónap se, emlékeim szerint 13 tagállam levelet írt a bizottságnak, hogy kezdjük előről. Jelentem, hogy 5 ország nem szavazta meg. Most akkor ebből a nagyszámok törvény alapján, meg így egyáltalán a matematikai műveletek alapján, ebből nekem az következik, hogy 8 megszavazta, de utána aláírta a levelet, hogy kezdjük előről. Nekem azért ez olyan nem nagyon fér össze. És akkor most itt tartunk, és akkor az a nagy helyzet, hogy Németországban, meg hát Európa szerte, de erősebben Németországban nagyon sok merénylet történik. Ma olvastam a számot, hogy az erőszakos bűncselekményeknek a 40-valahány százaléka az migráns eredetű. Ez most már nyilvános Németországban. Valamit csinálni kell, és közben elvesztett ez az Ampel koalíció 2 tartományi választást, de nem úgy, ahogy eddig, hanem a szélső jobb, szélső bal erősödött meg úgy, hogy megkerülhetetlenné váltak, nem képesek tartományi kormányt alakítani. Azóta naponta ülésezik a migrációs tanács Németországban, ahollan most a CDU kiszállt, mert megmondta, hogy nem tudok veletek mit kezdeni, mert ezt nem így kell megoldani. És ennek lett az eredménye, a Scholz most már ahhoz, hogy kancellár tudjon maradni, muszáj valamit lépni, lezárták a belső, tehát a schengeni határokat. Ebből az lesz, amit az Zoltán az előbb elkezdett mondani, hogy akkor majd ellenőrizni kell a kamionokat. Na most akkor, ha a német határnál megállítják a kamionokat, akkor mi lesz itt? Tehát akkor hogy lesz itt áruk szabad áramlása? Ugye a lengyelek is tiltakoznak, mert tényleg a határforgalom megáll. A cégeink tönkre fognak menni benne, mert nem fognak tudni szállítani, és a mai modern szállítás minket is érinteni fog. Ez a just-in-time nevű termelési mód, ez azt jelenti, hogy semmi készletezés nincs, bejön az alkatrész, elkészül az a valami, leginkább egy autó nálunk, és már megy is ki. Na most, ha nem tud kimenni, akkor nem tud bejönni, tehát akkor nincs készlet, akkor le fognak állni a gyára. Most lehet, hogy itt ilyen összeomlás képet vázolok, csak azt gondolom, hogy mindez következhet ebből. És odáig még mindig nem jutottak el, hogy a probléma akkor indulnánk el a megoldás irányba, hogyha a külső határokat zárjuk le. Ezek látszat intézkedések, amelyek ártanak, és nekünk Schengen fontos. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az unión belül szabadon lehessen közlekedni. És azért ne felejtsük el, hogy az osztrákok, németek ebbe az irányba, keleti irányba, 6 hónaponként megújítva, ők fenntartják a határellenőrzést. Most az az újdonság, hogy Nyugat-Európa felé is megcsinálják. Most már körbe, azt hiszem 9 országgal határosak. És hogyha megnézzük, ugye 9 éve tart a migrációs válság, elég sok tanulópénzt fizetett az Európai Unió, ugye Törökország kapcsán és a szírmenekültek kapcsán is kezdődött ez az egész, Görögországban egészen kaotikus állapotok alakultak ki, tehát lett volna már arra példa, és ha meg lett volna a politikai akarat, akkor lehetett volna ezt kezelni. Ez, amit említettél, hogy kint megállítani őket, miért nem sikerül? Nyújjunk oda vissza, ami már elhangzott itt. Tehát ez a időnként szélsőséges, de alapvetően ideológiai, vagy már-már vallási alapú meggyőződés, például a migráció, vagy a migrációs válság jellegével kapcsolatban, ami most már egy örökké valóság óta a baloldal, az európai baloldal fejében egy humanitárius válságnak tűnik, emberi jogi kérdésnek, az valahogy mégsem esik le, hogy ez nem az, hanem ez egy biztonsági kérdés, egy versenyképességi és gazdasági kérdés ma már, amit ennek megfelelően kellene kezelni. És megint picit filozófiaivá téve a felvetéseket, de ezek mind-mind visszaköszönnek egyébként a magyar attitűdben, a versenyképességhez, egyéb dolgokhoz való hozzáállásban. A mi felvetésünk nagyon egyszerű, ahogy mondtam, tehát létező kérdésekre lehetőleg észszerű felvetésekkel kellene megkezdeni, megtalálni a válaszokat, és használható, bevezethető válaszokra van szükség.
Az Európai Unió, főleg az elmúlt 10 évben, az elmúlt évtizedben, talán már ennél is többen, egyre másra hozza azokat az intézkedéseket, amelyek nem ilyen alapon születtek meg. És itt, amit csak felvillantottunk szerintem ebből, a migrációs paktum, a úgynevezett zöldítési program, meg egy sor más kérdés, az vágyakból indul ki, nem a valóságból. Hogy ideológiai parancsolatokból, vagy hitből indul ki, nem lehet őket végrehajtani. Nem csak azért, mert ha végrehajtjuk, akkor az káros, hanem azért, mert valójában, mivel nem a valóságból indul ki, ezért végrehajthatatlan. Tehát az Európai Unió úgynevezett migrációs szabályozása, ami önmagában egyébként jogszabályi értelemben kompetencia elvonást jelent a tagállamoktól, de ezt ne is nyissuk ki, ezt az alkotmányos és alapjogi, meg európai jogi kérdést, az olyan intézkedéseket fogalmaz meg, amelyek, ha végrehajtjuk őket, pont az ellenkezőjét jelentik. Tehát ha beengedjük ezeket az embereket, és van Schengen, akkor szabadon fognak mozogni belül. Mert nincs az az erő, nincs az a módszer, nincs az az energia és eszközrendszer, amivel meg lehetne őket állítani. De ha azt akarjuk, hogy majd, ha már bejöttek, akkor majd a schengeni határokon, vagy belül állítjuk meg őket, akkor vissza kell vezetni a belső határellenőrzést, az meg azt fogja jelenteni, hogy megöljük az európai versenyképességet. Tehát ezek mind-mind egymásba gabajodva visszavezetnek minket azokhoz a kérdésekhez, amelyekről itt beszélünk, és szerintem a fundamentumához az egész kérdésnek, hogyha megbomlik, és ebben Enikőiknek nagyon sok feladata van szerintem a következő 5 évben, és hagyjuk, hogy az Európai Parlament baloldala tovább bomlassza egyébként azt az alapelvet, amelyik az Európai Unió alapul, azaz a konszenzus, politikai és jogi konszenzus. Tehát ha megpróbálják ráerőltetni tagállamokra ezeket az ideológiai megalapozottságú intézkedéseket és az ebből fakadó jogszabályokat, az Európának a végét fogja jelenteni, nem pedig a megújulását és a versenyképességnek a javulását. És ugye itt az egyik központi kérdés volt, nagyon sok beszélgetésben elhangzott, hogy Oroszországról, hogyha leválunk energetikai szempontból, az Unió megszünteti ugye a kőolaj és földgázszállítást, ha ugyanez a függőség kialakul Amerika irányába, mi fog történni ezzel a versenyképességgel is, ugye itt az energiaárak kapcsán elhangzott, hogy milyen elképesztő mozgásokat mutatott a gáztőzs, de hogyan mozgott az olajnak az ára, hogyan szolgáltatták ki az, amikor a német államfőt 3-4 órát váratták Katarban, és tehát diplomáciai szempontból a szószoros értelmében keresztül néztek rajta. Tehát ez a fajta függőség, ami kialakul akár az öbölmenti országok, akár Amerika irányába, ez hogyan fogja befolyásolni Európa gazdasági jövőjét? Én csak példákat tudok erre mondani megint, és szerintem Enikőnek még jól jöhet politikailag, hogy ezzel hogy kell foglalkozni. Tehát szerintem tehát az, hogy erről ma még beszélni sem nagyon szabad. Tehát arról a racionalitásról, amiről egyébként talán 10-12 évvel, 15 évvel ezelőtt az Európai Unió intézményén, a bizottságnál mindenképpen, mert talán még az első elnökség alapján, amikor a szemeszterekről, meg egyebekről beszéltünk, hogy hogyan lesznek annak a gazdasági képességfelmérései, előrehaladás jelentések, stb., akkor én emlékszem, hogy ott még olyan stratégiai dokumentumok voltak, amelyek Oroszországot, Brüsszelből Európa természetes és stratégiai szövetségesének nevezték, pont ezért, hogy nyersanyag, erőforrások alapján, a hozzáférhetősége, az ára kapcsán ezt teszi versenyképessé Európát, azzal szemben, hogyha valannan máshonnan kellene ezt hozni. És miközben ugye mindenféle ilyen, hogy hívják ezt, szankciós rezsimet vezetünk be, mert ki tudja, hanyadik szankciónál tartunk, Európa ebben az évben, nem én mondom, a statisztika, már megint több orosz LNG-t használ, mint amerikait. Na, bocsánat, a francia vállalatok hülyére keresték magukat egyébként ezzel a dologgal. A franciák soha nem fogyasztottak ennyi orosz LNG-t, tehát miközben minket, már bocsánat a szóért, szivatnak napi szinten azzal, hogy most jön-e a gáz, nem jön, hol jön, hogy tudjuk megoldani saját magunk alapvető ellátását, addig a franciák, meg az hollandok, meg a többiek röhögve veszik az orosz LNG-t áttételeken keresztül, ami nyilván drágább. Ez miért jó? Vagy miért, arról miért nem szabad beszélni, hogy az amerikaiak szerintem 3-4 évre előre bevásároltak orosz uránból. Megkiszámolták, hogy nagyjából akkor végre lesz a háborúnak, addig egy jó áron megvették. Dollár milliárdokat töltöttek el arra, hogy orosz uránt vegyenek, tehát azt lehet, tehát nekik jó az olcsó orosz urán, de Európa meg ne csinálja. Most ma magyarokról már nem is beszélve. Tehát, hogy ebben, hogyha ezekről nem szabad beszélni nyíltan,
akár politikai plénumokon vagy fórumokon, akkor milyen értelmes megoldás jöhet ki arra egyébként, hogy Európa versenyképessé tegye magát? És ezekre nincsenek válaszok, itt van az olajkérdés, a többi, de tenni is hagyjusson szóhoz. Ja, azért mi beszélünk róla, és azért szakértői szinten folyik erről beszélgetés, sőt, a nemzetközi sajtóban is lehet erről olvasni, tehát azért a számok ott vannak, még a baloldali, meg a liberális sajtó is hozza ezeket. Tehát amit mondtál, ez a orosz LNG kivett többet belőle, meg kik a legnagyobb felvásárlók Európában, akkor ez a spanyol, francia, belga trió, amelyik valóban többet növelte az LNG behozatalát, ez azért kim vannak. Tehát ez nem igaz, hogy a számok nincsenek kint. Az más kérdés, hogy aztán politikai szinten ezekről folyik-e diskurzus, lehet-e ezeket felemelni oda. Tegnapi szám, kijött az Európai Unió energia helyzetéről egy jelentés, abban azért benne van, hogy mind a mai napig az Európai Unió az energia szükségletének 18%-át azért az oroszoktól elégíti ki. Ugye mi, ugye a szankciókról mindig egy hangúsággal kell dönteni, ez ment meg minket, és Közép-Európa nem él túl orosz gáz és olaj nélkül. Most hétfőn volt egy nagy csatám a kereskedelmi főigazgató asszonnyal, aki tehát mondtam neki, hogy azért nekem az erősen fáj, hogy a Lukoil ügyben, mikor az ukránok úgy döntöttek, hogy Lukoil olajat már nem lehet majd behozni, és akkor, hogy a bizottság miért nem képviselte jobban a mi érdekeinket. Akkor megkaptam, hogy ő még a nyaralását is meg kellett, hogy emiatt szakítsa. Én nem is vontam kétségbe, hogy ők tárgyaltak, csak ők azt mondják, hogy nem volt veszélyben a magyar, illetve a szlovák ellátás biztonság. Mert ők csak akkor lépnek fel, hogyha ez bekövetkezik. Az őket kevésbé érdekli, hogy ugyan Horvátország belől az Adrián, be lehet az Adria csővezetéken, csak azt elfelejtette a főigazgató asszony hozzátenni, hogy hányszoros áron, mert a horvátok úgy megemelték a tranzitárat, hogy abszolút nem volt gazdaságos. Most persze én jól mulatok, hogy most ugye erre is van, mert a MOL ügyesen tárgyalt, majd mi elmegyünk ezért az energiáért az orosz-ukrán határa, mivel meg ott vesszük meg, és az már magyar energia lesz, azt már át fogják engedni az ukránok. Hát ez nagyon bájos, nekem ez nagyon tetszik ez a történet, nagyon kreatív. Csak az a baj ezzel a szankciós rezsimmel, és komoly közgazdásztól én még nem hallottam olyat, hogy szankció működött volna. Tehát ez nagyon, a tudományban ezzel tényleg foglalkoznak, hogy soha egy rezsimet lehet elszegényíteni, lehet nehézségeket okozni, és azért hatnak, az nem igaz, hogy nincs a szankcióknak hatása. Hogy ne lenne? Hát Oroszország elindult az autarkia irányába. Tehát olyanokat kezdett el gyártani, termelni, meg agrárterületen, amiket korábban soha. Csinálnak autókat, nincs bennük légzsák például, mert azt nem tudták maguk összerakni. Tehát a kreativitást az a szankciós rendszer az hozza, és nagyon kreatív módon tudják eladni. Eladják Kínának, eladják Indiának, akkor valóban az LNG-t át lehet címkézni. Tehát nagyon kreatív irányba tolja el a világgazdaságot. De nekünk ez mind azt jelenti, hogy Európa drágábban jut. Tehát mi is, ugye nekünk hosszú távig gáz, meg minden energiaszerződéseink vannak az oroszokkal. Természetesen én annak örülnék, ha a mi függőségünk csökkenne. De jelentem ezt, ennek az kiépítése folyik. Tehát az összeköttetéseink az összes szomszéd irányába megtörtént. Van, akivel valamelyik jobban működik, vagy nem. Vannak új vezetékek, amikről be tudunk majd hozni, tehát mi ezt a munkát csináljuk, mert az az ideális állapot, hogyha senkitől nem függök. Mert akkor vagyok olyan helyzetben, hogy árról is tudok tárgyalni, nem? Szerintem ez a napnál világosabb, csak nem helyes, ha Európa elvágja magát attól, amitől egyébként az európai gazdaság évtizedekig működött, meg a német gazdasági csoda attól működött, hogy olcsón az oroszoktól kapott energiát. És vannak országok, amelyek átálltak, például a németek azért eléggé szépen átálltak, és most mennyi a német gazdasági növekedés? Tehát milyen áron sikerül ezt elérni? Recesszió van. 0-2 azt hiszem a visszaesés. Vagy legalábbis stagnálás, ami nyilván a magyar gazdaságra is ad. De ugye nem árulunk el nagy titkot, hogyha
ha csak amiről a miniszterelnök úr az elmúlt napokban Köcsén beszélt, nyilván a politikai évadnyitó kapcsán fogunk még sokat beszélni, tehát az ilyen értelemben vett gazdasági semlegessége idézőjelben Magyarországnak, tehát a nyitottság, a konnektivitás fenntartása, az, hogy el nem kötelezettnek kell maradni, az mi azt gondoljuk, hogy ez a versenyképesség alapját jelenti. Mert a nyitottság és az, hogy minden irányban tárgyalóképesek vagyunk, termelőképesek vagyunk, és beszerezni tudunk és eladni tudunk, az biztos, hogy versenyképességet erősítő tényező. Most hagyd ne mondjam azt, hogy a sugalmazás az csak azt lenne, hogy valószínűleg Európának is valami ilyesmit kellene követnie. Mert az egyoldalú elkötelezettsége, és ebből a szempontból még lehet, hogy abban is sok igazság van, hogy az egyoldalú orosz elkötelezettség is komoly sebezhetőségeket, itt vagyunk benne, jelentett. Tehát mondjuk nem elkalandozva a Szikorszki és a német kormány, vagy a németekkel való viszonyban, annak az ostorozása, hogy a németek egy lapra tettek fel mindent Oroszország kapcsán, még lehet, hogy van is igazság, de akkor ezt beszéljük meg így. Tehát akkor ezt meg kell beszélni szilárd, mondjuk úgy, hogy elméleti alapokon, nem ideológiai, hanem elméleti alapokon, ami felveti az összes lehetőséget, a körülményeket, körültekintve, hogy amit az Enikő mondott, hogy a nyitottság, versenyképesség növelésének a garanciája az, hogy nem vagyok kiszolgáltatva egy valakinek. Mert abban a pillanatban, hogy az európai gazdaság egy valakinek van kiszolgáltatva, abban a pillanatban a versenyképességet csak romlani tud. Igen, de azért azok a csúcsvezetők és gazdasági vezetők, akik most ide jönnek Budapestre, őket nem lehet azzal vádolni, hogy nem értenének akár a közgazdaságtanhoz, akár a versenyképességi kérdésekhez. Mégis miért van az, és mondjuk itt az Európai Parlamentre gondolok elsősorban, hogy az ideológiai, az elméleti és a gyakorlati megvalósítás az valahogy sosem áll összhangban. És hogy rengeteg elméleti vitát le lehet folytatni, és rengeteg mindennel mondjuk meg lehet vádolni Magyarországot, de amikor gyakorlati cselekvésre van szükség, akkor hirtelen megváltozik az európai hozzáállás. Miért? Na most még nagyon a ciklus elején vagyunk, tehát az új parlamentről nem tudok még etéren nyilatkozni. Arról tudok nyilatkozni, hogy Ursula von der Leyent nem ugyanazok választották meg, mint 5 évvel ezelőtt. Tehát azért azok érdekes dolgok, mert most még nem volt jogalkotás, jövő héten lesz az első plenáris ülés júliusban éppen, hogy csak fölálltunk, meg most a héten a bizottságokat hoztuk össze, meg voltak az első ülések, de most még annak a mérlegelése folyik, hogy a bennragadt dossziékból mit tartunk meg, és mit küldünk vissza, vagy tüntetünk el a süllyesztőbe, tehát most még itt tartunk. A számok megváltoztak, tehát azért, ha összeadjuk, akkor jobboldali többség van. Majd feltéve, hogy az Európai Néppárt azt gondolja magáról, hogy ő a jobboldalhoz tartozik. Erre semmi garancia nincs, sőt, nekem kételjeim vannak. Ursula von der Leyen, ezt a folyosón a néppártosok is elismerik, egy zöld programmal választották meg megint. Hát olyanok vannak benne, hogy csak kapkodtam levegő után, most csak 2 példát fogok mondani, amit ott elmondott július talán 16-án. Hát az egyik az volt, hogy hát új portfóliók lesznek a bizottságban, például lesz lakhatási portfólió, egy biztos, aki a lakhatásért fog felelni, mert ezt a baloldal kérte tőle. Tehát nincs ingyen szavazat, tehát a bizottság elnökének össze kellett szednie a megfelelő számú szavazatot. Hát kérdezem, hogy a lakhatásban milyen Európai Uniós kompetencia van? Ugye, ezt mi régóta mondjuk, népként közgazdász vagyok, nem jogász, na de hát az Uniónak vannak alapító szerződései. Van másodlagos jog. Abban vannak szabályok. Abban kiderül, hogy hol van brüsszeli kompetencia, hol van osztott kompetencia, magyarul mind a két félnek van, de szabályok szerint, hogy miben, és vannak kizárólagos nemzeti hatáskörök. Most lakhatás, mint uniós kompetencia nem létezik. Akkor miért van erre egy uniós biztos? És erre megtaláltam a magyarázatot Ursula előadásában. Azt mondta, mert vissza lehet keresni, hogy ami az európai polgároknak fontos, az európai polgároknak aggodalomra ad okot, ott leszünk. Na, ez egy újfajta jogértelmezés számomra. Én azt szeretném, ha abban lenne ott a bizottság, de abban legyen ott, ami az ő dolga. De szerintem a lakhatásban nincsen dolga. A magyar kormánynak van dolga, meg a németnek, meg a finnek, meg az összes tagállamnak. De ebben nincsen. És ez a jogértelmezés tőlem elég távol áll, hogy ami fontos az európai polgároknak,
mert Ursula úgy gondolja, hogy fontos nekik, vagy valaki azt sugallta neki, hogy fontos, akkor ott lesz európai kompetencia. Tehát ha ilyen irányba visszük el az uniót, ez egyértelműen a hatáskörön túlterjeszkedés, és valóban szétfeszíti a működésünket, mert mi egyből azt fogjuk mondani, hogy nem, nincs. Lakhatás, köszönjük, mi dolgunk. És a magyar polgárok a magyar kormányt vonják ezért felelősségre, mert az nagyon szép, és az ellen gyakran találkozom például adózási ügyekben is. Rendkívül módon szereti a baloldal, hogy legyen végre többségi döntéshozatal adózásban, a parlament is beleszólhasson. Ezzel van egy apró legitimitási probléma, mert ha az európai parlamenti képviselők akarnak adóügyekbe beleszólni, majd ők eldöntik, és akkor az itthoni kormány már nem szedhet be olyan adót, és úgy, ahogy szeretne, csökkentheti a sávot, növelhet is, a többi. A közvetett adókban van egyébként uniós kompetencia, szigorú határok között és egyhangúsága, a közvetlen adók tekintetében nincsen, és akkor majd az adópolitikáért kin fogják leverni a magyar polgárok, hogyha az nem tetszik nekik. Szerintem a magyar kormányom. És nem azon, akik máshogy szavaztak. Tehát van egy nagyon erős demokrácia és legitimitás probléma is. Erről soha nem beszélnek. Pedig szerintem elsődleges, hogy tudom én felelősségre vonni polgárként, akinek az abban van hatásköre, és nekem számol érte, de nem máshova. Érdekes, hogy a jogállamisági problémák nagyon sokszor előkerültek Magyarország kapcsán. Itt nincsenek jogállamisági problémák? Tehát itt nem vetődik fel a kérdés? Erre szoktuk mi mondani, és szeretnénk, hogyha a jogállamiságot végre már a brüsszeli intézmények is magukra vennék, és azzal is foglalkozhatnánk, hogy ők mennyiben tartják tiszteletben a jogállamiságot. Persze, hát ezek a jogállamiság viták, ezek újra fognak indulni, nekem ebben egy fikarcnyi kétségem nincs, hogy a helyzet nem fog változni, ebben a néppárt nem kérdéses, hogy hova áll. Az egyéb ügyekben, azért a zöldítésben, meg gazdasági ügyekben szerintem szép lassan ők majd, mivel otthon szeretnének választást nyerni a németek, a CDU-CSU szeretne választást nyerni legkésőbb egy év múlva, nem zárom ki, hogy akár korábban is, akkor azért lehet, hogy mégiscsak elindulnak egy észszerűbb gazdaságpolitika irányába, akkor pedig hirtelen azért a 84 szavazata a patriótáknak, meg még van ott az ECR, meg SSN, hirtelen ott azért majd, hogy akkor mégiscsak azok a jogszabályok legyenek érvényben, ami nekik is jó, meg amit ígérnek mondjuk a választóiknak otthon. Szóval akkor szerintem azért meg fog ez változni, és ez a kioktatósdi az hirtelen nem lesz annyira divatos, mint most. De azzal kapcsolatosan nincsen illúzióm, hogy ezekben a jogállamiság ügyekben azért Manfred Weber, a néppárt vezetője, azért nem felejt. Tehát, hogy annak idején ő nem tudott bizottsági elnök lenni, mert a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy nem. A kis oka volt, hogy miért. Hát miután azt mondta, hogy nem akar a magyar szavazat. Manfred Weber azt mondta, hogy ő nem kéri az ő támogatását, az ő szavazat, a Fidesz szavazatok szavazaival nem akar elnök lenni. Tehát mindig elfelejtik, hogy ez már egy okozat volt, és honnan indult ez az egész történet. De ezek tovább fognak menni. És mivel az Európai Bizottság elnöke sem változik, és baloldali támogatással választották meg, mert a baloldalnak Ursula sokkal jobb, mint bárki más, mert őt már kipróbálták, és 5 évig egészen jól azt csinált, amit tőle elvártak. Azért én nem vagyok optimista a téren, hogy ezek a jogállamisági ügyek, ezek ugyanúgy nem fognak tovább menni, ahogy azt megszoktuk az elmúlt években. Szóval, és amikor te mit tapasztalsz, hogy ezek a kérdések, az ideológiai, elméleti kérdések egy szakpolitikai vitában vagy tanácskozáson mennyire kerülnek előtérbe, amikor ide jönnek a szakpolitikusok, és említettétek, hogy milyen csúcsvezetők érkeznek, velük azért lehet szakmánál maradni? Enikő az elején szerintem jogosan felvetette, hogy valójában a ténylegesen jól együttműködő témákban belügyminiszterek tanácsa, hogy mondjuk egy ilyen példát. De szerintem ide tartozik a pénzügyminisztere, agrárium, tehát ahol, maradjunk abban, tehát ahol a hazai közvélemény, a hazai választók a saját bőrükön érzik a közvetlen döntések, nem döntések, bizonytalanság, hülyeségek, bocsánat a kifejezésért, következményeit, ott én azt tudom, legalábbis a saját minisztereinkkel beszélgetve, hogy ott kiváló együttműködés van, mert
mert még egy belügyi együttműködésnek persze mondjuk a migrációs részét képezi, de ott a rendészet és egyéb dolgokban nyilvánvalóan van egy napi kapcsolat közöttük. Tehát szerintem ott, most egy példát mondjak, ugye van egy úgynevezett budapesti folyamat, mint nagyban készülünk logisztikailag arra, hogy ezt az európai politikai közösség csúcstalálkozót lebonyolítsuk Budapesten. Ez 50 küldöttség érkezését jelenti, illetve egy napon belüli mozgatását, tanácskozás megszervezését és a többi. Nem csináltunk még ilyet. Másnap pedig egy európai csúcstalálkozót, ami csak 33. De ezt követően két nap múlva 65 ország belügyminiszterei vannak meghívva Budapestre, és a nagy részük el is fog jönni, jelentős részük értelemszerűen 27 tagállam van Európán kívüli. Tehát ez az érdeklődés, ez azt jelenti, hogy azokban a témákban, amelyek kihegyezetten konkrét kérdésekről, együttműködésekről, kézzelfogható, értelmezhető dolgokról szólnak, ott van együttműködés. És szerintem mindig visszajukodunk ide, én ezt el szoktam elvi éllel mondani, tehát az elnökség bojkottjának, akadályozásának a kérdése, azt lehet úgy felfogni persze, hogy Magyarországgal cseszünk ki, már bocsánat a kifejezésért, de valójában nem, hanem az Európai Unió működésével. Tehát az elnökség, most éppen Magyarország viszi, az egy vitatható, mert milyen lehetne minden vitatható, de mégiscsak egy olyan formáció, egy olyan feladat, amelynek az a lényeg, hogy minden ország, hát most már egyre, hogy is mondjam, ritkábban, mert így 13 és fél évente esik most ránk a sor, de meg tudja mutatni azt a képességét, hogy igenis az Európai Unió szerves részeként, és ez az érvényes arra, amit az Enikő mondott, hogy a Brüsszelben a dossziék vitele, a tárgyalások, a Coreper formációk, egyebeknek a vitele, az kiválóan megy. Tehát nem tudnak panaszt megfogalmazni rá. Tehát ezek az országok képesek arra, hogy lebonyolítsák ezeket. És az informális tanácskozások, mert ugye ezek attól informálisok, hogy itt nem születnek formális döntések, kiváló alkalmat adnak arra egyébként, hogy picit kötetlenebb körülmények között értelmesen és adott esetben döntően meg lehessen beszélni dolgokat. Én is viszek ilyen információt, mert a Telekomot például én viszem, mert valamilyen furcsa okból tudjuk, hogy miért egyébként hogy a kabinetirodához tartozik, és én fogom elnökölni egyébként decemberben például a Telekom tanácsot, a belgák szép átadás átvételt csináltak. Ott folyik egy érdemi munka a mélyben, a bizottság fehér könyvével kapcsolatban olyan szabályozási, életszerű, mint tudom én, kiskorúak védelmét, meg egyebeket érintő dolgokkal, amelyek leérnek a földre, tehát ami az unió működésének azt a részét jelentik, amivel nekünk szerintem nincsen semmi bajunk, hiszen olyan közös kompetenciákról van szó, ami jó, hogyha Európában mindenhol ilyen. Mondok egy példát, ugye ez a roaming díjak, tehát szerintem ha van Európában olyan vívmány, aminek mindenki örül, mert egy értelmezhető, normális, észszerű, egyébként az Európát versenyképesebbé tévő dolog, hogyha elutazom Franciaországon, akkor nem kell a gatyámat lefizetni azért, hogy telefonálok egyet, vagy megnézem a mobiltelefonomon az adatforgalmat használva a híreket. Szóval ilyen dolgok a mélyben zajlanak. És aztán vannak ideológiaiak, nem árulok azt szerintem titkot, de az AÜT-re, tehát az általános ügyek tanácsára, amit ugye az európai ügyekkel foglalkozó miniszterek, illetve államtitkárok formációja, a luxemburgi, most azzal szemben egyébként, hogy ma a miniszterelnökkel milyen értelmes párbeszéd volt, az csak azért jött el, hogy Bóka miniszter úrnak azt mondja, hogy reméli, hogy holnap már nem Moszkvában fog beszélni a Putyinnal. Tehát, hogy van, aki megcsinálja ezt. Egyébként ott a kommunistákhoz tartozik az a miniszter, de lényegtelen is, tehát valami baloldali párthoz tartozik. Tehát van, aki azért jön ide, hogy hecceljen, de egyébként pedig azt tudom mondani, hogy valójában az elnökségi programokon érdemes munka folyik. Mondjuk egy erdészeti igazgatók tanácskozásán, egy szakértői szinten, ahol az európai erdők állapotáról beszélnek, biztosan olyan döntéseket, meg olyan kérdéseket fognak megbeszélni, ami a változó klíma, vagy az éppen ebben a melegedő ciklusában lévő európai éghajlatnál válaszokat ad arra, hogy a fenyvesek, meg a nem tudom mi helyett hogyan kell az erdőgazdaságban más kérdésekkel foglalkozni, ezt csak én érintőlegesen tudom, mert vadászat kapcsán az ember ebbe bele kapcsolódik. Tehát, hogy az ember tudja gyakorló politikusként, az elnökség szervezőjeként, hogy a mélyben, bizonyos kérdésekben nagyon komoly szakmai egyeztetések vannak. Az informális tanácsülések korábban Spanyolországban, az előző fél évben ugye a belgáknál jól vannak megszervezve, jó a keret hozzá, akkor megadják annak a lehetőségét, hogy kicsit lelazulva már, bocsánat a kifejezésért, olyan kérdésekben lehet döntésre jutni, ilyen volt, én is voltam ilyenen egyébként Löwen mellett az egyik egyetemi városban,
amit utána a következő formális tanácsülésen már úgy beszéljük, hogy na, ezt megbeszéltük az informálison, ebbe az irányba megyünk, és el is kezdhetnek dolgozni rajta a szakértők. Ez az értelme egyébként az elnökségeknek. Ha ezt nem lenne, nem tudnánk csinálni, akkor nem sok értelme maradna. Tehát egyébként ezek a milyen, mondjuk úgy, hogy ideológilag fűtött viták kiválóan alkalmasak arra, hogy ezt, ennek az értelmét is elvegyék. Mert azt, hogy most Magyarországon próbálnak példát statuálni, kicsi múlik az egyébként, hogy ha Lengyelországban más eredmény lett volna a választásokon, ne ez folytatódott volna Lengyelországgal. És még így is lesznek benne menetek, mert ott a lengyelek elég nagyok ahhoz, hogy egy sor más dologban is egyébként picit máshogy gondolkodjanak. Lásd belső határellenőrzés, amiben azért Tusk nem vádolható azzal, hogy egy Orbáni politikát folytatna, mondjuk akár versenyképességi kérdésben, azért elég sarkos szavakkal illette a német lépéseket, hogy az milyen hatással lesz ugye csak a német-lengyel áruforgalomra, meg úgy általában az Európai Unió gazdaságra. Igen, azért az pontosan látszik, hogy nő a feszültség az uniós államok között is, és nem elég az orosz-ukrán háborúnak a feszültsége, nem elég a gazdasági probléma, nem elég a versenyképességi probléma. Itt ezek az ideológiai harcok is, az erre adott gyakorlati lépések is nagyon erősen meghatározzák az uniós országok egymáshoz való viszonyát. Amikor itt összegyűlnek Budapesten politikai szempontból, gazdasági szempontból, ideológiai szempontból, azért tudnak egy olyan konszenzust kialakítani, ami azért egy picit előrébb viszi, tehát a magyar elnökségnek van szerepe abban, hogy egy picit előrébb lépjenek, és mondjuk ezt feloldják, ezeket az ellentéteket? Na persze, de Zoltán erről beszélt, tehát igen. Nem kell jogot alkotni, nem kell szabályokat hozni, beszélgetünk témákról. Itt van leginkább lehetőség arra, hogy mi is becsempészünk, nem is annyira csempészne, hanem normálisan a napirendre olyan dolgokat, amelyekhez lehet, hogy nem fűződik jogalkotás, hanem a mi hozzáadott értékünk. Bóka miniszter úr szokta mondani, amikor rászorjuk a piros paprikát a uniós napirendre, demográfia. Na de azt is okosan kell csinálni, ugye abban nincs uniós kompetencia, de azt a mind a Letta jelentés, mind a Drági jelentés, ami nem annyira rosszáv azért. Neked mondom, meg nem, tehát mindegy, például az energiáról technológia semlegességet mondom, mint kimondottan a mi vonalunk, tehát hogy nem akarja az atomenergiát kizárni, tehát abban például ő is a demográfiát mondja. A Letta jelentésben benne van, hogy az elvándorlás az milyen sok országban okoz gondot. Tehát azért Magyarországon is van, ugye nagyon komolyan foglalkozik a kormány ezzel, na de vannak országok, amelyek szinte, meg vidékek, amik kiürültek. Tehát több ilyetre tudok példát mondani, speciál a nyáron Máramaroson jártam, Észak-Erdély, ott olyan gyönyörű házak vannak, és néztem, hogy hú, de micsoda fejlődés. És aztán ott mondja valakivel, ott szóba elegyedtem, és mondják, hogy aha, de tudom-e, hogy ezek üresek. Mondom, hogy üresek, hát látszik, hogy most épültek föl. Igen, ezt a külföldön élő románok építik, a kint megszeresett pénzükből, mert azért rendes hazafiak hazajárnak. Építenek szép házat, nyaranta eltöltenek 2 hetet, majd visszamennek. Csak azon is, amikor mire jók ezek a házak? Hát mondja, az egerek meg a békák. Ez volt a válasz. Egy román-román volt. Na, szóval van, tehát ezek nagyon komoly problémák, és a magyar elnökség megtalálja, hogy ezeket a nagyon fontos témákat, hogy lehet beemelni a napirendre, mert a demográfia, és most már ezt le is írják, erre nem volt példa még pár hónappal ezelőtt, hogy versenyképességi kérdés. Nem annyira bonyolult, mert azért a világ, mióta a világ és mi a történelem, az történelem, egy hatalom lakosság nélkül nem volt hatalom. Valóban régebben jobban számított, hogy ki mekkora, a mai technológiai fejlődés olyan nem, de olyan nincs, hogy egy csökkenő, zsugorodó kontinens, amelynek nem csak a népessége zsugorodik, hanem a gazdasági teljesítménye is, de egyébként meg a leggenerózusabb a szociális kiadások tekintetében, tehát ez a fenntarthatósága az nincs meg. Akkor mit kell csinálni? Termelékenyebbnek kell lenni, óriási termelékenységi probléma van, nekünk is van dolgunk e téren, és demográfiai probléma van. És akkor így, ha beágyazzuk ezt ebbe az összefüggésbe, így tud napirendre kerülni most. De így tud róla beszélni a Navracsics miniszter úr, a kohéziós minisztereknek a fórumán, és most olvastam, hogy van egyébként a ezért felelős uniós biztos asszony, mindenféle van a portfóliójában, és már nyíltan elmondja, hogy ezzel kezdenünk kell valamit. És a tagállamokban korábban egy ilyen elutasítás volt, hogy demográfiát hagyjuk már. Nem, kell családpolitika,
Tehát igenis el tudjuk érni, hogy ezeket a dolgokat, amik azt gondoljuk, hogy nem csak nekünk fontos, hanem van egy kis csöpp józanész, akkor másoknak is fontos, beemeljük a napirendre. És ezekből a beszélgetésekből azért ebből lehet építkezni. És hogyha bekerülnek ezek a jogalkotást előkészítő jelentésekbe, Letta és Drági, akkor azokból aztán lehet még a végén olyan jogszabály is, ami segít, és nem ellentétes ezek. Említetted, hogy jövő héten indul ugye a parlamenti szezon Strasbourgban, és hogy elég komor tűzi játék várható. Ez hogyan fog lecsapódni itt Budapesten, amikor ide jönnek tanácskozni, illetve te mire számítasz majd kint, hiszen rengeteg politikai támadás éri majd a magyar kormányt, Orbán Viktor miniszterelnök urat. Mi lesz kint? Hogyan lehet ez ellen védekezni? A patrióták képviselőcsoport azért megizmosodva, megerősödve, hogyan tud ez ellen nem harcolni, de mondjuk érdemi választ adni? Én csak rövid leszek ebben, mert szerintem, mert én a gömbömet nem hoztam el, tehát nem tudom így belenézni, beletekinteni, hogy hát ha látszik benne valami. Hatás ellen, hatás lesz reakció nyilván arra, amit az elnök, miniszterelnök úr mondani fog. Szerintem egyet nagyon fontos lenne elkerülni, nem nekünk, mert tulajdonképpen a mi testtartásunkra lehet így fogalmazni kezdettől fogva ez, hogy a nagy politikai viták, amelyen lehet nem ellen egyetérteni, vagy éppen lehet úgy interpretálni, és aztán egy nemzetközi sajtóhadjáratot indítani a miniszterelnök ellen, minthogyha ő az Európai Unió tanácsa, vagy úgy általában az Unió nevében járt volna el a béke missziója kapcsán. Tehát lehet ilyet csinálni, csak hogyha ez árnyékot vet az érdemi mindennapi munkára, arra, hogy az úgynevezett dossziék, a fontos témák, a versenyképesség egymás, a prioritások mentén zajló vitákban érdemi munka legyen, az nem jó Európának. Tehát a, majdnem mondtam micsoda, a kitolósdi, az politikai látszólag értelmes, vagy értelmet nyerhet, és én azt gondolom, hogy sajnos az Európai Parlament baloldali, most már nem többsége, jelentős része alapvetően így is gondolkodik. A balhé kedvéért megy a dolog. Nem foglalkoznak azzal, hogy milyen következményei vannak. Idehaza is látjuk ezt a jelenséget, de most ebben nem mennék el. Az árnyékot vet már most, és hogyha nem figyelünk rá, vagy nem vagyunk körültekintőek, mármint hogy az európai politikusok, akkor az az elnökségekben folyó munkát is gátolni fogja. És hogyha gátolja azt a munkát, az pont az ellenkező hatást éri el, mint amit szeretnének egyébként, mert ha nem haladnak a dossziék, ha ott is ilyen csetepaték vannak, amik akadályozzák az értelmes pár, a logikus párbeszédet, racionális párbeszédet, akkor abból nem tudnak jó döntések kijönni. Úgyhogy lesz politikai pulpárlé, ennek is oka van, sokszor csak úgy lehet elmondani, és úgy kell elmondani dolgokat, hogy hasítsanak, ahhoz, hogy az ember meg is értse. És azt gondolom egyébként, hogy például egyébként ez a békemisszió kapcsán is megtörtént. Megtörtént. Most már a két vereség után lehet a békéről beszélni Németországban is, lehet beszélni most már talán majd Brüsszelben is előbb-utóbb. Meg kell találni azokat az eszközöket, akármilyen kicsi, vagy akármennyi egy közepes méretű állam, mi nem vagyunk kicsik, nevezünk magunkat közepesnek Európában, is tudja hallatni úgy a hangját egyébként, ami átüti az ingerküszöböt, és fel lehet hívni például a migráció kapcsán a figyelmet arra, hogy hülye szabályokat, végrehajtatatlan szabályokat ne hozzunk. Tehát ne statuáljon példát, és ne küldjön politikai üzenetet az Európai Bíróság azzal, hogy egy olyan méretű bírságot vet ki egy országra egyébként azért, mert védi a határt, amit még a bizottság sem kért, és azt lehet mondani, hogy na jó, akkor majd lesz egy céljárat Budapesten vagy a határon. Igen, azért ez a röszke Brüsszel buszjárat, ez érdekesen hangzik. De ezt mindenki megértette. Nem tudom, hogy aki figyel, az látható, hogy ezt egy héten belül mindenki megértette. Mindenki megértette. Azért a brüsszeli polgármesternek a reakció is elég sokat mondó volt, aki azért nem várt ezeknek a busznak az érkezését. Főleg azért nem, mert tudta nagyon jól ezzel, tehát felháborodhat, de ez nem túl jogos. Én láttam olyan karikatúrát pont a belga nyelvterületről, meg a franciáktól, ahol a szegény migránsok, akiket felültettek a buszra, azonnal fordulnának vissza, amikor meglátják a midi pályaudvart, vagy éppen a Brüsszel belvárosát, tehát lehet ezen élcelődni, de a lényeg, ami lényeg, hogy a közbeszédbe bekerült, és ennél figyelemfelhívóbban azt elmondani, hogy fiúk, hülye szabályokat hoztok, végrehajthatatlan szabályokat hoztok, ami az Európai Uniónak kárt okoz, nem csak nekünk magyaroknak okoz kárt, mert 10 éve harcolunk azért, hogy értsétek meg, hogy mit szeretnénk, és hogy miért van értelme annak, amit csinálunk, hanem mert nektek is rossz.
ennél jobb eszköz láthatóan nem volt még. Én abszolút illúziómentesen készülök a jövő hétre. Az Európai Parlament az a tűzijátékok fóruma. És ott azért a miniszterek tanácsa az mindig egy azért egy józanabb fórum, most ha a külpolitikai tanács nem is, de a többit, és hát erről beszéltünk idáig, ott folyik a munka. Hát a parlament az tűzijáték lesz. Én örülök, hogy az a döntés született tegnap az elnökök értekezletén, ami ugye a frakcióvezetők fóruma, hogy meghívják a magyar miniszterelnököt, mert még az az elképesztő ötlet is felmerült baloldalról, hogy ne. Na azért az, hogy maradunk a kaptafánál, és mindenki csinálja azt, ami a dolga, és nem változtatjuk meg csak azért, mert magyar elnökség van, azokat a szabályokat, ami alapján az Európai Parlament mindenfél évben működik, hogy az elnökség bejön, bemutatja a programját, vita, stb. Utána a miniszterek bemennek a szakbizottságokba, bemutatják a programjukat már témák szerint, tehát dolgozni kéne. Tehát próbáljuk meg felfogni ezt a döntését az elnökök konferenciájának úgy, hogy mégis van esély arra, hogy dolgozzunk, és azt csinálja az Unió, amiről szól, amiről az alapító szerződések kitalálták, hogy ezt közösen kell csinálni, mert akkor jobban tudjuk az európai polgárok érdekébe csinálni. De hogy ott mi fog történni, azzal kapcsolatosan a legkisebb illúzióm sincs. Miniszterelnök úrnak lesz nagy nemzetközi sajtótájékoztatója, vendége lesz a frakciónknak, és szerda reggel lesz ez a plenáris vita, aminek van egy szigorú koreográfiája, miniszterelnök megtartja az expozéját, a bizottság elnökasszonya beszél, és utána a frakcióvezetői kör, és utána a képviselői kör, az egész délelőtt a jelen állás szerint a milyen, tehát 9-től 12-ig ott aztán minden lesz. Nem várom a józanész megnyilvánulását. Ott politikai beszédek fognak zajlani, és Putyin pincsije lesz a minden második megszólalónak minden harmadik kifejezése. Tehát én körülbelül ezzel a lelkiállapottal készülök, de azért nem féltem én a miniszterelnököt. Én azt gondolom, hogy hozni fogja az elvárt intézményi szerepet, mert az elnökséget képviseli, a magyar elnökséget, és utána lesz viszont válasz. Úgyhogy én nagyon nem aggódom. Igen, az egy dolog, hogy milyen lesz a viszont válasz, de hogy az uniós munkát hogyan érinti, és ez mondjuk az utolsó téma, amire szeretnék még kitérni, hogy utána, hogyha lemegy ez a tűzijáték, akkor hogyan folytatódik a munka, amit nem lehet megúszni, amit nem lehet megkerülni? Azért itt mindenki tapasztalt politikus már, megyünk tovább, ugye? Tehát mondjuk, ha én mindenem megsértődnék, mindent merre szívnék, már rég valahogy idegosztályon feküdnék, nem? De hát ez politika. És egy ilyen plenáris vitában aztán mindenki sokkal sarkosabb. Hát szoktam mondani, hogy nekem a folyosón nagyon sok barátom van, az ülésteremben kevesebb. No, de hát ez egy ilyen történet, tehát ebben nincs semmi probléma. Én azt gondolom, hogy lemegy a vita, és utána mindenki dolgozik tovább. Mi biztos, hogy így fogunk eljárni. Én ezt talán annyit tudnék hozzátenni, hogy most megint csak az ilyen álnaív, vagy naív, vagy ideológikus megnyilvánulásoktól függetlenül mi eleve, ugye egy ilyen nagyjából másfél éves felkészülési periódus volt az elnökségre, eleve abból indultunk ki, akkor se volt kevésbé kacifántos a politikai helyzet egyébként, vagy azok a politikai viták, amiben nyakig állunk, hogy az elnökséget azt csak egyetlen felfogással lehet lebonyolítani, hogy bármilyen körülmények között az abban résztvevők, hogyha úgy tetszik, meg fognak is meg akarnak felelni az honest broker eljárásnak, magyarán az érdemi munkavégzésben arra törekszenek, hogy a dossziék haladjanak, hogy a munka úgy folyjon, és én arról tudok beszámolni, hogy mind a Bóka János féle minisztérium, amelyhez ugye az én kormánybiztosságom az 50 ember, aki a koordinációt végzi, az a sok százas, sőt több ezer ember, aki a lebonyolításban egyébként részt vesz, az ebben a felfogásban van. Nekünk tök mindegy egyébként, hogy milyen politikai vita folyik ebből a szempontból. Én vagyok ebben de ha felveszem a másik sapkámat, akkor tudok máshogy is beszélni, de én ezt naponta kérem számon rajtuk, tehát nincsen, nem engedjük, hogy rávetődjön az árnyéka, vagy éppen a fénye annak, hogy mi történik. Én azt gondolom, hogy ez egy standardizált dolog. Egy picit más felfogásban is csináljuk, erről nem beszéltünk, mint 11-ben, hiszen 11-ben egy ilyen új élmény volt, először csináltuk,
kicsit ünnepnek tekintettük. Ma már ez nem ünnepnek tekintjük, hanem a mindennapok részének, és szerintem ez a jó felfogás ma. Hát igen, teljesen más is volt a politikai környezet, azért ezt igen, ne felejtsük de 11-ben el. Az is volt a helyes. 11-ben idézőjelben új tagországként, hiszen akkor még csak 7 éve voltunk az unió tagja, és akkor még így is neveztek minket, akkor Magyarország újdonságként élte meg, hogy elnökséget ad, és szerintem az a lelkesedés, annak az egésznek a hangulata más volt, mint ma, de ez elkerülhetetlen volt így. Ma is, akik benne vannak, ünnepként élik meg természetesen, hiszen végre eljött az, amikor ők elnökölhetik, ők írhatják a napi rendeket és a többi, de ma sokkal inkább van az az érzet, és szerintem ez célra vezető is, hogy a működését, ha úgy tetszik, a gépház működését kell biztosítani ebben az esetben minden körülmények között, hogy lehetőleg a magas szintű, főleg a magas szintű politikai vitákban megjelenő feszültségek az érdemi munkára, különös tekintettel a témák fontosságára egyébként, meg a magyar elnökség ambíciójára, azok ne hátráltassák, amennyire lehet a munkának a kivitelezését. Szerintem ez a felfogás adott, mi bármi történik a jövő héten, meg tulajdonképpen a következő hetekben ezzel fogunk tovább menni, és nyilván majd a lengyeleknek ebben a felfogásban fogjuk átadni az elnökséget, illetve gondolom, hogy bízom benne, hogy ők is ezzel az ambícióval vagy dologgal készülnek. Legyen így, nyilván majd fogunk egy mérleget is vonni, Győri Enikőnek és Kovács Zoltánnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves vendégeink, önöknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, lesz majd folytatás ennek a beszélgetésnek, elemezni fogjuk még azt, hogy mi történik az Unióban. Nagyon köszönöm a ma esti figyelmüket, viszontlátásra!